Első, ahogy néztem, ne! Elsőre mindenképp... Ne! Gonosz! Ne, ne, mi az? Ne szólj. Nem láttam, ki az. És most fogod látni azt, amit az előbb én. Ez a Restore Power most nem nagyon halad. Jól látom? Én kint tekercselem. Ja. Zack is suspect of being a traitor. Valaki... Ki a Zack? Na kurva anyát, kirakta rám a jelet. Aha. Szóval valaki csak úgy rárakta a vidra a jelet. Biztos. Mert ilyet lehet? Az hogy kell? Biztos. Lehet. Jó. Tehát mondom, hogy ja, mi van. Én egyedül vagyok kint az űrbe, csak mondom, és tekerem a kurva solar panelt, hogy restore power, és egyszer csak kírja, hogy Zack is suspected to being a traitor. Hát amikor ott vagy, lehet, hogy kikő egyet választani. Igen, na ezt nem akartam mondani. Lehet, ha valaki, ha a traitor stealth kill-el valakit, akkor utána annak, akit megölt, vagy hát downolt, nekem is földobott, mert engem is az előbb megöltek, majd utána földobott valakit, hogy kit akarok meggyanúsítani. ABC vagy D, vagy you cannot pick. Én mivel nem láttam, hogy ki ölt meg, én arra mentem rá, hogy cannot pick, tehát én nem gyanúsítottam meg senkit. Valaki viszont, aki az előbb földre került, és választhatott, akkor Pihe engem választott ki, és ezért dobta föl nektek, hogy suspected to be a traitor. Ja, értem. Szóval, ha megölnek, akkor van egy lehetőséged kiválni. Ezt, nem fogod látni traitorként, Krappa, de nekünk van olyan lehetőségünk. Júj, Avid! Ugye? Na jó, én, srácok, én megpróbálom. Én megölöm Avidot, szerintem ő az. Igen, szerintem megint ő kapta. Egyébként. Nyugodtan. Szerintem megint ő. Sanyi, nagyon szépen köszi a feliratkozást. You cannot take damage while in airlock. Ezt is kiírta. Jó, most azt valaki csinálja. Jó, azt csinálja ő. Akkor utána restore-olva lesz a power. Jó. Wow, let's go! És most hova a faszomba mutat az a zöld? És tudok oda kimenni, vagy de? Mi a kettes, az mindig a emelet. Ja, emelet, 2F, emelet. Jó. Igen, csak így jegyeztem meg. Igen, ja, értem, és akkor most kell kimenni oda. Jó, nyilván ilyen infókat nem kell mondani, mert ebből lehet tudni, hogy én nem traitor vagyok, de mindegy. Jó Istenem, de próbál 200 év húzni, de próbál, Jézus. Borzasztó kellemetlen lesz a tényleges traitornek, hogy most így izé próbálja előadni, hogy jaj, nem ő az. Lehet, hogy pont aki nem szólalt meg, az a traitor, és nem is próbálja előadni, hogy nem ő, az ki nem szólalt Bélus? Meg. Beus? Beus. Nagy csöndben. B3-US? Szokás szerint azt se tudom, hogy miről van szó. Ja. B3-US nem tudja. De hogy beszélsz velem amúgy? Azt mondja, ja, B3-US. Bocsánat. Ebből nem lesz ebéd. Hát, nem csak ebéd nem lesz. Bacsi, se arra gondolsz, gondolom. Bacsi, igen, Bacsi. Na, I'll be back. Na, cseh. Vonat jöhet. Mennyit késett? Reggel az egyik nézőm vonata 150 percet késett a 45-ös úton. 45 perc lett volna az út. Itt manapság meg sem vagyok lepve, hogy a vonat késik. Hát én sem. Oké, de számomra még mindig nem egyértelmű az. Mégis hol a faszomba lehet olyat találni? Valaki a kanapén fog aludni a macskával. Bevállalom. Ez azért nem egy rossz dolog. Macska nélkül természetesen. És hát, mondjuk kanapén. Igen. Az annyira nem jó. Gyerekek, én lelövöm a vidot tényleg. Engem nagyon idegesít, mindjárt ki fog menni megint. Van nálatok keystone amúgy? El tudja tőletek venni? Jaj, ne válaszoljatok! Hogy Avid tényleg okosan játssza ezt a játékot, mert nagyon szépen... Az Among Us-t is ilyen szépen terelve játszotta? Gusztustalan voltam az Among Us-ba. Fúj, de undorítóan játszotta. Undorító. Hogy mondják egyből? Fúj, undorító. Abba gusztustalanul.
Vagy ne, amúgy most már nincsen irányzék, hogy merre kell menni. Amúgy megint rájöttem valamire, azt majd mondom a rán végén. Jó, igen, ez ezért volt így. Aj. Igen, te most már értem, jó, ezt elárulom. Most már értem, hogy miért X per 16 van az Energy Cube Destroy-nál. Az előbb ugye mondtam, hogy az egyikbe, amikor bementem, és destroyoltam... De mi? Hoppári! Ha! Hogy a faszomba tudom azt mondani, hogy ő az? Az a baj, hogy én nem tudom, hogy ki kicsoda. Tehát, hogy oké, hogy ott vannak a nevekben. Oké, én most láttam. És most már az van, igen, véletlenül eldobtam a pisztolyt, és ő ölt meg. Na, mindjárt mondom, hogy mi van. Most ő mindjárt nyer. Mivel üt? Mivel üt? Mondd már el! Hát a crowbar kell, hogy a kezedbe legyen. Igen, majd nem fogom elmondani. Na, mondom, hogy mire jöttem rá. Egyrészt Krappa tök ügyesen csinálta most a takedownokat, mert mindegyik stealth volt, tehát nem tudtuk, hogy ő vitt le, ugye ott kellett szavazni. Most pont beszoptam, mert én beléptem abba a szobába, amikor láttam, hogy széttörte a fejét valakinek. Igen. Viszont elfelejtettem elővenni a pisztolyt, és véletlenül eldobtam a pisztolyt, ahelyett, hogy lelőttem volna. Na most, info. Ugye az előbb mondtam nektek, hogy amikor bementem egy ilyen disztrojolós szobába, akkor megcsináltam hármat, és amikor legközelebb bementem, csak egy volt. Na nem. Négy szoba van, tehát négy darab battery, négy darab karbon, négy darab faszom tudjam, igen, és négy darab cube-ot kell. Igen. Jó, de én ezt nem tudtam, mert én most jöttem be, mivel eddig mindig traitor voltam, most jöttem be másodszor a második szobába. Tehát igazából, hogyha az összeset, mit tudom én, találsz négy darab carbon filtert, akkor végigmész a négy szobán, és a carbon filtert destroyolod összesen, és akkor tudod, hogy ott már az nem kell. Csak a cube. Én például cube-ot bazira nem találtam. Aha. Na most én elmondom nektek, amire nem akartam hivatkozni, mert nyilván én ismerem. Tudjátok, mióta tudom, hogy ő az? Az elején. Amikor így mondta, hogy jaj, vajon hány keycard van még? A hanglejtéséből tudom. Krapa nehezen. Az óra alatt, én azért sejtettem, és akkor így mondta, hogy jó, még négy keycard kell, vagy nem tudom mennyi, és így mondom, Igen, Jézusom, ebből... persze, most már kiderül, hogy mindenki tudta, ugye? Nem. Persze, kiderül még a végén, hogy mindenki tudta. Figyelj, a lényeg az, hogy most már értem, hogy ezt miért Discord nélkül kell játszani. Tehát ehhez tényleg az kell, hogy egymással se tudjunk beszélni közbe, mert azzal ugye eláruljuk, hogy jó, én is ezt csinálom, én is azt csinálom, meg akkor ugye kell kamuzgatni. Ha pedig ugye in-game játszunk, in-game voice, op, szép, az szép, szép volt. De most még, tehát azt akartam kérdezni, most még amúgy történik valami, vagy most mit kell megölni? Hát ő most öli az embereket, de nem tudom, hogy ti... Tehát most már látod, kettő abszolút kill inaction van. Tehát ezek szerint Ryant még csak egyszer ölted meg? Tehát nem kétszer? Igen. Igen. Ahogy dobom el? Tök jó. Figyelj, így már egyébként most minden kerek. Tehát nekem most például nincsen már nagyon kérdésem, hogy mi miért lehet. Nektek még van? Miért játszunk még ezzel? Az egész életem. Ezen kívül nem sok. Nekem tetszik a most. Nekem kifejezetten tetszik. Vagyok bekötve. Nekem most földobott egy olyat, mivel egyedül maradtam, hogy megpróbálhatok escape poddal elmenekülni. Húzzál el, mert most Krappának már megvan a 10, ő most megy be az escape poddal. De ne köpjél már be a rohadt életbe! De már mindenki tudja, hogy te vagy az. Meg is haltál a faszba, látod? Hát mert nem zártad el a gázt, az besétáltál. Az igazi nyomi traitor, aki a gázba meghal az escape pod ajtaja előtt. No, és nálam volt a 10 darab pisztón, amivel ki tudtam volna menni. De ilyenkor végleg meghalsz, vagy van 30 szekeret? Ki nem, killed in action. Ő teljesen, jó. Amúgy, én nem tudom, Krappának annyira nem jön be, szerintem kurva jó. Nekem tetszik. Szerintem is még jó. Nem mondom, hogy mindig tudom, merre megyek, de tetszik. Ja, jó, amúgy jó. 17 perc. Amúgy kurva jó. Ott van. 17, na, a kövi körnek kell olyannak lenni, amikor hát most vagy hazudozunk, vagy mondjuk Discordon mute-oljuk magunkat. Szerintem jó lenne egyszer, ha mute-olnánk. Szerintem próbáljuk meg a Discordos mute-olást. Aha, én abban benne leszek a következő körre. Jó.
Úgy csak akkor remélem, hogy én leszek a traitor. Amúgy... Most Ryan értem. Megpróbál elmenekülni? Igen, aha, igen, okay. Igen. Jó. Így most már értem egyébként. Ja, én már kilépnél. Tudom követni az eseményeket, az a lényeg. De bocsánat, még egy kérdésem van. Random a dolgokat most ugye találtam. Filter, karbon, faszom tudja, amiket disztrojolni kell. Cube-ot. Na azt én még egyet se találtam. Letem van. Az végre egyszer én is élve kiutottam. Még egy emelette följe. Az ingén volt, az rajtam megy el szektor. Mert a gamer gépemben nincs a mikrofon. A streamer gépemre van kötve minden. Nem tudnék beszélni. Szép volt, Biucci, Ryan. Bekészítetted a győzelem ünneplős kakaós csigát. Na hangár. Hát így egy Constellation Prize kakaós csiga lett belőle. Nem lehet, hogy a cube-ok érkeznek a supply-jal? Azt nem néztem meg, hogy a supply-jal mi érkezik. Mi van a supply-ban? A rózsaszín cube-ok, azok fönt vannak szobákba. Igen. És azokat keycardokkal kell, tudod fölvenni. Ó. Oh. Tehát ezért nem volt keycard, tehát nem is tudtam igen, volna fölni. Igen, ahova vinni kell, attól egy emelette följebb aha. Vannak ezek a igen, helyek. Igen, mindig a jó. Megsemmisítő szoba fölött van. A supply-ban szerintem az alapanyag van, ami a destroyhoz kell. Ja, carbofiber, meg ez. Vagy az, meg az is lehet, meg lehet hogy a supply-ban esetleg lehet revive kit is. Healed kit jön, fegyver jön benne, mert én ezeket már szedtem föl supply-ból. De revive az hogy néz ki? Azt nem még tudom, nem láttam. Ahogy én sem, nem is tudom, hogy azt lehet, láttam. Hogy nincs. Miért kellene... egy ringer oldalt? Ringer oldalt, igen? Jó. Oh. Jó, na, induljon, akkor Discordon csak mutoljuk magunkat. Csumi. Na, chat, ez most izgi lett. Egyébként most tényleg remélem, hogy én leszek a traitor, olyan jó lenne. A ficsába! Nem baj. Sajnos nem, pedig szerintem traitornek lenni ebbe kifejezetten izgi ezekre a stealth killekkel. Jó, na nézzük meg. Most akkor full csita van, és akkor csináljuk a dolgokat. Nyilván ugye ez a játéknak abból a részéből elvesz, hogy itt akkor nem tudsz hazudozni, meg ilyenek, tehát hogy itt azért most akkor nem az van. Gyorsan veszünk oxigént, mert az kell, hát. Anonymous Gifter, köszi szépen a 2 darab T1-es szubot Ren Jomnak és Tibor Virsliének. Köszi. Na, az például nagyon hasznos, lett nálam egy pisztoly. Az O2-be kell menni. Pompin, szia. Nektek hogy tetszik, skacok, így a chatán? Így már, hogy ezek a dolgok megvannak, nekem kurvára bejön. És kíváncsi lennék amúgy, hogy ezt mondjuk milyen fullosba úgy játszani, hogy figyeled is a dolgokat, tehát hogy mondjuk olyan voice chattel, ami ingémes voice chat. Voice chat-e nagyon király lehet, igen. Most nyilván van oxigén palack nálam, tehát ki tudok jönni. Jó, rá kellett jönni ezekre a dolgokra, amikre ugye megpróbáltunk rájönni, hogy akkor mikor, mit csinálni. Jól össze van mergelve szerintem, hogy ki, tehát hogy mit kell csinálni a traitornek, mit kell csinálni a többieknek. Jó, erre rá kellett érni. Sergej is being suspected. Aha, mondjuk nem tudjuk, hogy miért, de Sergej, tehát Krappát valaki gyanúsítja. Ezt már tudjuk. Killed by solar panel explosion. Aha. Tehát valaki engem most fölrobbantott. Aha. Oké. Most már értem, hogy mi van. Amikor valaki
tekercseli ezt a dolgot, akkor a traitor bent föl tudja robbantani, és én most abba haltam meg, hogy a traitor bent fölrobbantotta. És most 30 szekend van, amíg... Oké, okay. És Sergej a traitor, most már tudjuk, exposed, tehát tudjuk, hogy ő az. Ez azért nagyon jó, mert nálam van pisztoly, tehát én például akkor krappát most fogom, aztán, hogyha találkozok vele, akkor lelövöm. Ez jó, mert így akkor most már tudjuk, hogy ha krappa van a környékünkön, akkor vigyázni kell. Ráadásul én már egyszer haltam, és remélhetőleg nem, mondjuk, de valószínűleg eldobtam a cuccokat a kezemből. Miért nem tudok a kettesre váltani? Gondolom, itt nem tudok rá váltani. Nem baj, Sergejt megtaláljuk, akkor én most előveszem a fegyvert, és rálövök. De nem a dart gun, hanem a pisztoly. Jó. Most az a lényeg, hogy én megtaláljam krappát. HP maxon van, van pár lövésem. Innen már elvitte a cuccokat. Igen, most ugye ez azért nehéz, nem tudom, hogy hol van ez a nyomi. Elbújt, vagy nem tudom. Hol lehet szerintetek? Fölfele kéne mennem, most az alsó szinten vagyok. Vigyázni kell, mert ugye Jessica még ott van, oké. Okay. Van nálam valami, amit tudok, nincs is nem semmi, amit tudnék disztrojolni. Na ez így jó, hogy nem beszélünk közben. Rá kell jönnöm, hogy hol van Sergejünk. Elszkit. Jó, ő barát. Large Elszkit. Jó, megvan, traitor killed. Már jött a kis króbárjával, föl akart, vagy mi az, meg akart ölni. Az a szerencsé, hogy nálam volt pisztoly. Let's see what I've got.
De most... Én Szergejt megöltem. De várjál. Most mi van? Én most nem értem, mit kell csinálnom. Most ki kell menni? Nekem még mindig az van, hogy find key cards. Várjál, de itt nem vagyok jó helyen. Azt mondja, hogy fölfele. Nem jó, nem jó, nem! Azért forogtam, hogy ne tudjon! Ez jó volt! Azért forogtam, hogy ne jöjjön mögém, de nem sikerült! Igen, nem szabadott volna ellőnöm. Azt mondja, Cause of Error all revival kits used. Akkor ezek szerint már az is biztos, hogy minden egyes alkalommal egy revive kited van magadon, és annyi. Most megy oda, és ő most tud stealth killelni egyet. Igen, mert valaki éppen azt júzolta. Aha, aha. Láttad, hogy valakit... És akkor most ő összeszedi a 10 darab izét. Viszont nincs keycardja. Majd most szerez keycardot. Jó, figyeljétek, így hatványozottan jobb a játék. Mert figyelned kell arra, hogy mik történnek, és szerintem egy picit korán kezdte el a pressure-t. Ott a keycard, azt megtelted, de hát ott áll előtte most az ember. Amúgy, ha Krappát most megölné valaki, akkor, akkor halna, mert én egyszer már őt levittem. De ő neki meg nincsen melee fegyvere. Aha, aha, aha. Droppoltak a cucca és nem vette fel. Lehet már beszélni? Hát nem. Amúgy szerintem beszélhetünk, hát egy ember van életben. Csak mert nekem az fura, hogy a... játék, tehát hogy a kétharmada óta meg van gyanúsítva a Szergej, és nem csináltunk ellene semmit. Dehogy nem, nem tudtunk egyszer, ellene. Ne, én egyszer megöltem. Engem megölt a videó. Tehát ha most nálad lett volna például mili fegyver, és le tudod vinni, akkor ő meghal. Akkor meghal, igen. Mert én lootoltam egy pisztolyt, és tudtam, hogy ha valaki majd expózolja, akkor én le tudom lőni. Tehát én itt 5 percig azért rohangáltam, hogy Krappát megtaláljam. És te, amikor Beus most felkeltél a halálból, akkor ugye kiírja, hogy 20 másodpercig sebezhetetlen vagy. És hát de nem is tudtam váltani semmit. Tehát hogy az 1-es, 2-es, 3-as semmi nem működött belőle. Mert ilyenkor a lootodat eldobod. Azért, az a földön van. Hát de próbáltam visszaszedni. És itt jön be... Akkor semmit nem tud csinálni, ha újra éled. Itt jön be egyébként szerintem az, ami mondjuk a Dead by Daylight-ba is van, hogy az patkány dolog, hogyha ott marad a traitor megvárni, amíg fölkezd, mert most hát már fixen tudom, hogy 2... Jó, de nem azért, hogy megöljön, hanem keycardot lootolt a hullából. Tehát most ezt nem tudom megadni neki, hogy genyó volt. De alapvetően ezért fontos, hogy mindenkinél legyen legalább egy mili fegyver vagy egy pisztoly, mert ha kiderül, hogy ki... Nyilván, ha traitor vagy, akkor pláne, de akkor meg nem kell fegyver, mert akkor tudsz ugye stealth killelni. Én már csak azt a részét, arra részre jöttem most, hogy fixen egy revive kited van kezdéskor, nem látni, de van, tehát ezért kezd föl, de másodjára fixen meghalsz. És szerintem például, ha Krappát most valaki megölni, akkor ő is fixen meghalna, de hogy a játék izgalmasabb legyen, beletették ugye ezt a pluszt, hogy akkor viszont kap valaki random a társaságból esélyt arra, hogy ő traitorré váljon. Igen. Aha. Igen. Igen. Figyelj, így, hogy nem beszél, ez kurva jó ezt volt. Hát jobb, sokkal, igen. Ez sokkal, igen. Itt van fúj! Hello! Nem az! Hello! Várjál! Mi? Szép! Honnan volt neked pisztolyod? Menekülj! Várj, és akkor? És akkor most a kérdés az, hogy azzal jársz, jó,
mondjuk értem. Befejezem, ha tudom. Ha szarul áll a mission, gondolom ja, jobban el... Lement az idő. Mindenképp egyedül menekült, tehát szerintem itt már az escape poddal simán... Ja, és akkor már nincs igen, olyan, hogy traitor. Ja, akkor befejezem le? Nem, nem kell. Kiírta, egyedül hogy az a mission, csak maradtál és elmehetsz. Aha. Igen. Na, én ezért mondtam, hogy jó, ez bazzik, csak nem szabad tényleg jó, nyilván az egy fun faktort elvisz, hogy nincs ez a hazudozós, meg izé, tudod, dumálgatunk közbe feeling, de a játék viszont így a jó. Jó, várj, csak nekem 11 óra van már. Erre kell menni? Várj, nem fogom tudni, hogy merre kell menni. Jó, hát jelzi a map, ne viccelj már. Nézd meg a mapot, és nézd ki, hogy hol van az escape pod. De szerintem a zöld is azt mutatja, nem? Nem, a zöld az azért ezt a megsemmisítőket mutatja. Akkor nyisd igen, meg a mapot. Egy emelettel lejjebb kell menni? Menj egyen lejjebb, igen. Az escape pod az legalul volt. Lépre voltál, Traitor, nem? Én voltam, igen. Hát nyilvánvaló volt, mert mindenki más okosabban csinálta volna, te meg egyből elkezdtél támadni. Engem, ezt kikérem magamnak. És info például, én most haltam meg először úgy, hogy emlékeztek, az elején ugye kell restore-olni a power-t. És igen. Én basztattam kint azt a szart, és egyszer csak fölrobbantam. Mert oda mentem a pulthoz, és ott volt, hogy szabotáljam, és láttam is, ahogy felrobbantál odakint. Igen, azt én is szabotáltam már egyszer, csak akkor ugye nem állt ott kint senki, akkor csak felrobbantja is feladatot ad, de így még ugye meg is ölsz valakit. Igen, nagyon jó volt. Én hozzám odajött, aztán megkummantott a izénél a oxigénzától. Fú, nálam biztos, hogy meglepődött, amikor szembefutott velem, és háromszor meglőttem, és meghalt. Mert ott szerintem ott arra nem számítottál, hogy én majd egy jó ledurrantalak. Nem, úgy voltam vele, na ezt is megölöm. De én meg azt nem tudtam, hogy ti lelkedtek-e, mert nektek azért jelezte a szerget, mert amikor engem hátraszúrt a legelején, én láttam őt. És te meg is gyanúsítottad rögtön. Meg is gyanúsítottál. Nem, nekem arra voltam. Nem volt lehetőség, mert én nem feküdtem le a földre. Tehát én nem tudtam menekülni. Csak mivel láttam, szerintem azért mutatta, csak nem tudtam, hogy nekünk csak az dobta föl, hogy valaki meggyanúsította. Utána másodjára a robbanásomnál én is rányomtam, ha már valaki egyszer meggyanúsította. De az még mindig csak a gyanú. Az exposed azért volt, mert valaki látta, miközben megölt valakit, és az így volt az van. Exposed. Egy harmadik fél. Hogy itt téged öl meg, vagy folytogat, vagy valami, én pont akkor fordultam be, miközben ő folytogatta a karakteredet. És akkor mutatott, hogy he is the traitor. Vagy csak akkor van exposed, ha ténylegesen valaki látja, miközben csinál valami geciséget. Egyébként csak gyanúsítod, és az nem ér semmit. Igen. Hát annyit ér, hogy a többieknek van róla infója azért, hogy lehet, hogy ő gyanús. De hogy így ennyi. Jó. Végső összegzés. A játéknak most már értjük a mechanikát. Nekem nem tetszik. Őszintén mondom, hogy nekem kurvára bejön. Nekem pont is. Az hiányzik belőle, ami az Among Us-ban megvan. Hogy beszélgetni kell, hazudozni kell, és meg kell a másikat vezetni azzal, hogy esetleg te ki tudod magad magyarázni. Ez teljes mértékben nincs meg. De megvan, csak miattad nem tudjuk használni. Ugyanis van rádió. És rádión viszont lehet beszélni. Tehát lehetett volna azt csinálni, most gondolj bele, lehetett volna azt csinálni, hogy ugye valaki tudta, azt hiszem Pihe mondta azt, nem az, hogy látta, hogy te megölsz valakit, hanem ő mondjuk az volt, hogy ő látta, hogy te ölted meg, de ugye ő csak gyanúba tudott keverni. Tehát ha Pihe rohangált volna a mapon, mellém ér, és nyom egy rádiót, és azt mondja, hogy figyelj, engem Krappa vitt le a földre, rögtön elindulhat a hazudozósdi. Mert ezt lehet fékelni is. Tehát te is mondhatod, hogy fú, láttad, meggyanúsítottak, de nem én voltam, ő azért gyanúsított meg, mert... Jó, tehát bele lehet jó, rakni, ez jogos csak ehhez, ebben a formában. Ehhez viszont kell az, hogy a rádiót használ, tehát hogy az in-game voice-ot tud nyomni. Ja, jó. Hát ja, jó, ezt aláírom, hogy úgy lehet, hogy tudnánk akkor egymás között kontaktálni. Az biztos, hogy jobb volt így ez az utcsó kör, hogy nem beszéltünk Discordon. Tehát fánabb volt sokkal.
Nagyon. A Frontier passzom szintet lépett, konfirm a prémium font Frontier boxot is kaptam. Én most kaptam forró nacis ruhát a kis ázsiai kislánkához. Na figyelj, most nyitom, azt mondja, box purchase. Én mi? Közben nem? El is köszönök. Köszi a gémeket. Sziasztok! Sziasztok! További jó streamet, Avid. Sziasztok mindenkinek. Tű-tű. Mert átmegyünk pihe hozzám, meg mi úgy? Igen, jó. Oksi. Miközben ezt kinyitjuk. Jöttem. Aha, és akkor most én is például kaptam... Hát valami thumbs up, meg fókusz... Te csak ilyen elemlámpa izéket kaptál, ha jól látom. Igen. És akkor purchase-elni lehet, vagy kinyitni, ha kapsz ingyen. És akkor itt van, hogy Frontiers, és én például a csávóra kaptam egy flashlightot, amit klémelni le... Nem... Aha, és akkor itt van, hogy a thumbs up. Hát az egy emót. Amúgy... Próba in-game kommunikálva. Hát most már krappáik elmentek, most így randomokkal nem. De ezt egyébként eltöm... Az a baj, hogy nem ingyenes a game. Tehát azt azért nehéz úgy mondani, hogy akkor nyomjuk együtt, mert nyilván ahhoz nektek is meg kell venni. Most én ezzel 15 úgy... euró. Így van, én ezzel úgy voltam, meg krappával mi azt beszéltük meg, hogy én hívom Miucsit és Pihét, én nekik megvettem a játékot, Krappa meg megvette Beának, és akkor így tudtunk öten játszani együtt. Nyilvánvaló, hogyha valakinek nincsenek ismerősei, vagy nem tud mással együtt játszani, lehet ugye random emberekkel, hogyha rányomok a playre, akkor én most elindulok random emberekkel, és itt még be is lehet állítani, hogy allow random karakter, vagy prefer to play as Frontier. Na mindegy, nekem bejön. Nekem is. Az Among Us-nál jobban, mert tehát, hogy jó, hogy ezt így tovább gondolták, és kihoztak egy olyan játékot, hogy 3D, szerintem tök jó animációkkal, ezzel, hogy van melee fegyver. Én most már értem, hogy tényleg miért mondták rá azt, hogy oké, hogy 15 euró, de megéri bazzeg az árát. És például hogy tudok mondjuk ezzel... Aha! Ott van, hogy valami coin, tehát, hogy valamivel lehet upgrade-e. Ó! Oh! Ott van, 8 darabod van belőle. 8 darabon van abból, és coinom is van, tehát, hogy ez például... Ah! És bazd meg, figyelj, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tehát, hogyha egy karakterrel sokat játszol, föloldod a többi tiert, és már máshogy tudod modolni. Tehát például ez, ugye maga a... Maga az ennek a csajnak volt az ultia, hogy fölvesz egy maszkot, és akkor kevesebb oxigént fogyaszt, cooldownja van, de poison resistje van, operating system of gets improvement, rarity codes and better hardware that supports rebooting after, és akkor cooldownt is csökkentesz rajta. Figyelj! Na jó, tehát ezek alapján viszont azt mondom, hogy ebbe tényleg sok minden van. Van X karakter, igen. Játszod akár szólóba, akár kóba a játékot, gyűjtöd ezeket a fönti matikat, amiből ingyen, tehát ez ugye, amit mi kaptunk, az csak a játékért jött. Azért cserébe például nézd meg, tudok egyet upgrade-elni ezen, tudok egyet upgrade-elni ezen, meg egyet upgrade-elni ezen is tudtam. És akkor látod, itt van a sárga, hogy ezen már van egy plusz. És akkor ezt simán ebből a kis pénzecskétből upgrade-eled. Tehát van karakter progression, tehát hogyha valamelyik kari neked tetszik, akkor azt mondod, hogy ez mondjuk fasza, nézzük meg, hogy ennek mi a képessége. Ó, és látom, nézzétek csak, tehát a bombax a szergei, és itt van egybe az item, utána meg elemeire bont, hogy a felső rész, középső rész, alsó rész, igen. És hogy abból... Mi volt ez a hackkelős lófasz? Ez mi? Gadget downtime, signal downtime, effect range, chart time, cooldown. Mit csináltam úgy ez a szar? Ez az anifusz. Azt nem tudom. Azt akkor tudom, ha így rámegyek. Ja, hogy az a utility difficulty, az hard. Emit the disruptive signal within a certain radius and deactivate the frontier cams and gadgets for a short period. Get a visual on others nearby, regardless of obstacles, as long as they are within a certain distance.
Tehát például a Jessica, ha elnyomta az ultiát, a többieket látta falon keresztül. A Zack az úgy hackelni tud, tehát ez kikapcsol kamerákat, az inkább ilyen gonosz cucc. Temporarily gain enhanced defense, then become immune to stealth kills. Tehát a Serger például immunissá tud válni a stealth killre, ha elnyomja ezt a bombaxot. A Choice-nak ugye az az oxigén maszkja van, ami ugye a poison ellen, meg oxigén, oké, tehát az ilyen túlélős. A Ryan... Az enyém a hullákat tudja megnézni, hogy ki kutatta át, ki ölte meg, és hogy az illető gyanús-e vagy sem. Aha, acquire useful info by analyzing traces left by others and get a visual on the subject for a short period of time. Aha, tehát hogy megvizsgálsz valamit, és látod, hogyha onnan ment, ez az R6-ban is volt egy ilyen, hogy mit tudom, lábnyomokat látott az egyik operátor. Igen, igen, igen. Á, figyelj, ez egyébként... Na, ez tényleg olyan, amit így szerintem, hogy haverokkal leülsz, rohadt jókat lehet röhögni. Nekem ez tetszett. Én örülök neki, hogy ezt megnéztük, mert szerintem ez egy jól sikerült játék. Igen, van benne fantázia. Jó, én adom, ez király volt. Köszönjük szépen. Jó. Hát figyelj, mondom, legalább akkor már kettőtöknek megvan, hogy már csak rá kell venni plusz embereket, hogy ők is jöjjenek. Szegénykém. A fizetőskarit nem néztem meg, bocsánat, mert pont kiléptem. Az meg csapdákat rak le. Haverokkal leülsz, és felállsz, hogy nincsenek haverjaid. Pontosan. A fizetős karakter az csapdákat tesz le, és immobilize everyone within a certain radius when activated. Tehát, hogyha aktívak, akkor immobilizolja azt, aki egy bizonyos hatósugárban van. Ezt most jól megszóltam. És most érted, gondolj bele, hogyha mindezt úgy csinálod, hogy már az ultikat is, tehát a karakterek ultiait is ismerjük, azt is használod. Mert most érted, egyszer sem nyomtam el, vagy hát elnyomtam, de nem tudtam, hogy mit csinál. De hogyha azt is aktívan tudod használni, felfejleszted, és sűrűbben tudod használni, ez egyébként nagyon, nagyon beteg tud lenni. Én először így néztem, hogy most ennél miért így analizálja a hullát, annál miért nem, mire rájöttem, hogy ja, hogy egyébként én utána látom, hogy ő elment innen, tudod, és így láttam a kis körvonalait, ahogy így elvonult onnan. Úgyhogy jó pofa, jó. Én azt mondom, hogy jó pofa, köszönöm szépen, még egyszer. És szerintem még tudod, mi a jó benne? Hogy nincs karakterduplikáció. Tehát az öt nincs, fős partiba mindenkinek mással kell lenni. Ugye nyilván az a jó kezdés, hogy van öt, tehát hogy az öt különböző öt, és ha megnyílik az utolsó, akkor meg ráadásul hatból lehet válogatni. Igen. Ez izgi, tehát nem az, hogy mindenki bombás, vagy mindenki maszkos, nem. Mindenki más. Igen. Igen. Fú, mondom, na ez az, aminek kifejezetten örülök, hogy megnéztük, mert mondom, videó alapján nekem tetszett, de így kipróbálva ez így még jobb volt. És kellett az, hogy ne legyen duma közben. Én például kíváncsi lennék, hogy milyen feeling az, hogy egyszer úgy föllőni, most ugye nyilván krapa miatt nem tudtuk, mert neki máshogy van összerakva a setup, de hogy milyen lenne az, hogy oké, akkor van rádió. Ott aztán az udozhatsz, meg mondhatsz mindent, tehát ott már meg lehet vezetni az embereket. Igen, miért lettél meggyanúsítva? Ja, nem tudom. Én nem voltam, én máshol múltam. Jó, ez tetszett. Én nagyon szépen köszi, hogy jöttetek. Hát akkor pihém, te még ti maradsz. Menjetek zombizni, én meg megyek, megnézem, hogy mi jött a Void Trainbe. Jó, aztán majd mesélj. De hogy mesélek, majd játszol te is vele, nem? Lehet. Elvileg progression update jött, úgyhogy ma kíváncsi mehet. Vagyok rá. Úgyhogy mennyi jött, azt nézd meg majd. Hát konkrétan... Láttam, nem olvastam el, de láttam, hogy elég hosszú a sor, de az nem jelenti, hogy sokáig tart. Hát időben nekem most teljesen meg. Újra telepíti a játékot, 6 perc, azt mondta, egyébként 403 kilobájt, tehát akkor nem lehet az olyan nagy. A fene tudja. Na mindegy, majd megnézem. Úgyhogy további jó játékot, sziasztok! Köszi.